Köszöntök mindenkit! Aki nem ismer, annak bemutatkoznék. Markos Leventének hívnak, egy 39 éves debreceni szociális munkás vagyok, aki néha sajnos túl sokat foglalkozik a közélettel. Úgy döntöttem, hogy egy újabb online petíciót indítok, ezúttal egy olyan kérdésben, ami a társadalom egészét érinti, és nagyon-nagyon aktuális. Nagyon elegem lett abból, hogy az úgynevezett jobb és baloldal ide-oda patoktatja a pedofillabdát. Ami ennél is jobban dühít, hogy sokkal inkább részt vesznek a sárdobálásban, mint hogy kivennék a részét a változtatásból. Mert ezen a jelenlegi szabályzásról változtatni kell. Korábban már foglalkoztam ezzel a kérdésre egy bejegyzésemben, és készítettem hozzá egy táblázatot. Ezen jól látszik, hogy mi a probléma. Egyrészt a büntethetőség korhatára, ami 14 év. Igen, 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 tudom, hogy 2013-ban néhány bűncselekmény esetében ezt levitték 12 évre, de Miért a Isten a szexuális bűncselekményeknél nem? Tehát, ha egy 13 éves fiú megront egy 9 éves lányt, akkor nem követel bűncselekményt. A következő probléma, hogy egy 18 év feletti személy, egy 14 és 18 év közötti személlyel kvázi legálisan létesít kapcsolatot. A törvény csak akkor szigorítja ezt, hogyha függőségi viszony van a felek között, például tanár vagy diák esete. Vagy ha készül felvétel az esetről. Emellett a beleegyezési korhatár független az illető nemétől, sőt a szexuális beállítottságtól is. Utóbbit meg lehet köszönni olyan csúnya lipsüknek, mint például Morvai Krisztina. Bizony. És pontosan emiatt akár igazak a hírek, akár nem, a híres vagy inkább hírhet stylisttal történt dolgok, hát nagyon nehezen támadhatóak. És igazán annak tudnék örülni, ha a döntéshozók nem csak a sárdobálnák, nem csak politikai hasznot szeretnének faladni az ügyből, hanem bezárnák ezt a kiskaput. Lenne egy nagyon konkrét javaslatom, de mielőtt ebbe belemegyünk, nézzük meg, hogy az európai országokban milyen törvények vonatkoznak a beleegyezési korhatára. A legalacsonyabb alkalmazott beleegyezési korhatár 14 év. Ide tartozik a mély kereszténydemokrata, konzervatív, gyermekvédő család, mindegy, és a többi országunk, valamint egy pár balkáni és romot nyugati ország. Nagyjából ugyanennyi ország húzta meg a képzelétbeli vonalat a 15 évnél, például a többi visegrádi ország. A legtöbb európai ország azonban a 16. életévet választotta a belegyezési korhatárhoz. Ide tartozik a békepárti Oroszország és Belorosszia, de mondhatnánk a testvéreinket, például Azerbajdzsánt és Ciprus északi részét. Ugyanakkor a sziget déli része, azaz a ciprusi köztársaság 17 évtől legalizálja a kapcsolatokat, akárcsak Írország. Törökországban erre már csak 18 évesen van lehetőség, valamint egy egyedi szabályzás vonatkozik a Vatikára, ahol csak a házasságon belül szabad nem érhetet élni. Hát biztos nagyon örülnek az apácák és a papok, akik ott élnek, de mindegy. Ezt a felsorolást annyiból egészíteném ki, hogy vannak országok, amelyeket Lilapötje jelöltem, itt hiába létesíthet kapcsolatot egy kiskorú, az idősebb fél kora maximalizálva van. Ez az úgynevezett Rómaius Júlia törvény. És ha már Rómaius Júlia, mit ad Isten, a csiga franciák alkalmazzák ezt a törvényt. Meg a gonosz brüsszeliek is, meg a genderfasiszta svédek, meg a geci görögök is. Na most, törvényben lehet néktatni azt is, hogy ez a beregyezési korhatár csak a 14 és 18 év közöttiekre vonatkozzon, így azonban előállhatnak olyan furcsa esetek, például, hogyha egy 17 éves fiú összejön egy 15 éves lányjal, az törvényes. Egy év múlva azonban a fiú 18 éves lesz, és 16 éves lányal nem lehet együtt, 17 évesen szintén, és egy év múlva folytathatják legálisan a kapcsolatukat pont az ilyen esetek miatt lehetne úgy is formálni a törvényt, hogy a korkülönbséget maximalizáljuk. Én pedig ebben látnám a megoldást. Ha már egyesek nem bírják kibírni a 18 évet, akkor iktassuk törvénybe, hogy a korkülönbség legfeljebb 5 év lehet. Így egy 14 éves együtt lehet egy maximum 19 évessel, egy 15 éves egy maximum 20 évessel, egy 16 éves egy 21 évessel, 17 éves pedig egy 22 évessel. Jó, 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 persze én is vágytam arra, hogy 10 évesen egy 20-30 éves társaságában legyek, de hát egészenek nem volt semmi reális alapja, másrészt pedig egy fordított nemek esetén ez már nagyon-nagyon problémás. És most, hogy ismertettem a véleményemet, azokat szeretném megkérni, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, hogy a petíciók.com oldalon keressék meg a követeljük a bereegyezési korhatára vonatkozó törvény módosítását című petíciót. Írják alá, és ha gondolják, osszák meg. Köszönöm szépen!